Szevasztok, Jupi vagyok, Brawl Stars-ozni fogom, még pedig Lencsa Star fogjuk megnézni, mert ugye ő nekem új karakter. Mi karaktereket megnézzük, hogy milyenek. Legalábbis nekem új karaktereket nézzük meg, hogy milyenek. Lehet, hogy valaki most kezdve a játékot, annak mindenki új, de én ugye régen játszottam, úgyhogy... Na mindegy. Elmondtam én ezt már nektek videóban egy párszor. Na mindegy, nézzük is, hogy Chesterrel mit lehet csinálni, illetve milyen karakterről is van itten szó. Hát nyilván ismeritek már, meg már én is ismerem ezer videó régebben a felvéve, blablabla. De van, akinek még nincsen meg, és akkor most tudatosul benne, hogy ez milyen fasz egy karakter. Hoppá, már is van egy killünk. Ha? Egy lövés, két lövés, három lövés. Most egy csík, egy golyó, két golyó. Köszi a szóba, srácok. De ezt majd kitapasztaljuk. Van egy csík. Egy lövés. Vagyis egy golyót lő ki. Most két kicsit szélesebb csík. Kettőt lő ki. Hármat lő ki. Négyet? Négyet lő ki, srácok. És kezdődik előről. Aha. Szóval akkor ez így van. Egy, kettő és három és négy. És már csak az lenne jó tudni, hogy megoszlik-e a sebzés. Értitek, mit mondok, hogyha egy lövés, amikor sebzünk 1800, most mondtam, hogy akkor kettővel, kétszer 1800. Vagy csak simán 1800, és akkor kettő osz, és akkor 900-900. Na mindegy, ezt majd meglátjuk, elsőn is meg is van a vinünk, úgyhogy, ja, közben bocs Balázs, de most éppen vidinyót veszek fel. Kikapcsoljuk ezt, bocsánat, bocsánat, bocsánat. Tényleg sokszor szoktatok meghívni egyébként játékban, minél több a stream, annál több a haver, meg minden. És ugyebár mindig próbáltok meghívni, hát nem mindig van időm játszani, ezt el szoktam mondani egyébként chatben is, meg live-ban is, hogy nem mindig van időm játszani, van, hogy éppen csak egy videót veszek fel, és ti meghívtok, és azért utasítom el, mert éppen nincsen idő. Van időm játszani veletek, tényleg akkor szoktam játszani. Ez van egy-két ember, aki tudja tanúsítani. Ha itt vagy, akkor írj videóba a kommentben nyugodtan, hogy én itt vagyok és tanúsíthatom, hogy Jupi szokott velem játszani. Nyilván videó kívülről van szó, mert ugye most előtt is haver a videó lesz. A következő is az lesz majd, srácok, csak egy kis kulisszatitkot eláruljak, vagy itt a következő Brawl Stars. Jó. Ugye heti egy mindig szokott jönni általában. Nem tudok előni, az is. Ha? Kis sunyi disznó. Még nem tudom, hogy van-e köze annak, hogy közel vagyok vagy távol. Nyilván, hogy négy golyót lövünk ki, az a jó, minden így betalál. 900-at sebzünk, aha. Aha! Golyónként van a 900-as sebzés, 928 pontosabban. Ha kettő golyót talál, akkor 1856. Ha három, akkor így tovább. Jó. Akkor nem megoszlik az a 900, hanem 901 golyónak a sebzése. Éjjel. Na most már ezt is felfedeztük, akkor így az a jó, hogyha minden így betanál, 4x9, pa mindjárt 4000-re sebzünk. Ami elég durva, mert van olyan karakter, aminek 4000 az élete. Úgyhogy az úgy kemény. Hát ez meg mi? Hó, lelassult, meg még sebződnek is. Ujjjjjjj. Aha, most meg életet töltünk. Mindig mások szuper. Na, erről ennyit. Ez is megvan, nem életem a sztár, mondjuk neki tök mindegy. A játéknak a felvétele most a lényeg. Úgy is van, köszi szépen. Brawl Ball a következő. Ugye minden pályán végig menjünk, amikor ilyen karaktertesztelős, gameplay-es, nem is tudom minek mondjuk videó van. Akkor végig menjünk minden pályán, megnézzük, hogy ki mit tud csinálni, és hát, na. Ezért köszi a szubot, király vagy, a lájkot is verheted nyugodtan. Szóval minden pályán megnézzük, hogy mire képes az adott karakter. Nyilván egy Shellyvel nem fogok gameplay-t csinálni, mondom csak azokkal az útjukterek, akik nekem múlja. Ennyi nubban már be is ugta a gólt, akkor csak nem olyan nub ez. Átváltott a szuperünk. Wow! Ez egy bomba volt. Hát itt nem tudom mennyiféle szuperre van ennek a karakternek. Azt hittem soha nem gurul be. De ki kell tartani, hogy mi micsoda. Eddig már láttunk egy pár félét. Élettöltő, lassító, most ez a nagy robbanás. Így kaptunk 1000 point. Hát nem fogok menni még egyet, bár ez gyors meccs volt. Mi a következő? Basketball. Hát nem tudom, nekem nem a kedvencem nektek. Amúgy csak úgy kíváncsiságból ez okos állap, de ez bejön? Nem.
Nekem nem jön be, nem is szoktam lejátszani. Ez éppen, hogy a küldetés van, akkor megcsinálom, vagy hogyha éppen egy ilyen videót nálok, de amúgy esélytelen, nekem nem adja. Nyilván kinek mi. Nem jelent azt nektek se kell, hogy tetsz egy nyugodtan írd le kommentbe, hogy nekem bejön, vagy én is utálom, mint Jupi. Na hát mondjuk itt ezek fel megdöglöttek. Rúg már be, te csöves kukorica fejű bánat, agyú, izé, jó, 3 pont. Jó van. Kicsit elbambultam. Semmi gond. De Jupi visszatért és 2 is ölt. Hát ez gyors volt. Victory van, 2x3 pontot berugott ez a szerencsétlen, és már is jók vagyunk, és ő lett a sztár. Kösz, haver. Mindegy, nem probléma, ez nekünk a lényeg a win. Hú, nem egy rossz karakter amúgy így eddig első ránézésre, nekifutásra, de nekem tetszik. Nem tudom, nyugodtan írd le véleményedet. Mindent írjatok le, mindent. Szoktam válaszolni egyébként, nem az a youtuber vagyok, hogy mondom, hogy írd le, és akkor ezt leszarom. Nem, én el szoktam olvasni, meg szoktam válaszolni egy-kettő olyan dolgot is, amiket nem kéne, de mindegy. Szóval általában szoktam válaszolni, Heistot is utáljuk. Csak mondom. Nagyon sok játékbordot utálhatjuk, Péres Krobér prosztászozik, de mindegy. Egyelőre nézzük, hogy ezzel a meccsel mit fogunk kezdeni. Egy megvan. Ezt mondom én nektek, srácok, hogy együttéssel, ez a mérgező füstfelhő. Magyarán ez mérgez, hogyha valakit eltalálok. Mondjuk, hogy egyszerre három jönnek, az jó. Nem nagyon volt hatni a méregnek, egyből töltöttünk is életet, vagy mi volt ez, bomba. Szóval nem nagyon volt ideje hatni méregnek, mert mindegy meghalt. Ki nem hatott a méreg, mert mindegy, erről egyet. Még egyet! Franc! Köcsög macit letette. Király. Úristen, mi volt ott? Nem tudom. Jól van. Hát ezt is lehozzuk nyilván. Megint leméregeztük. Méregeztük, leméregeztük. Lemérgeztük ember. Tudom már meg egyesen beszélni. Hey, tudtam, hogy a fasznyi levegővétel kell, hogy megdegáljunk, és sikerült is. De legalább jó helyre tettük azt a csapdát. Na hát ezt is megnyertük. Jupi a sztár! Yeah! Ki más lenne? Jó van, köszönjük itt a küldetéseket. Egyébként Klámba általában szokott lenni hely, 32 ezer kupától lehet majd jönni. Tudom, hogy nekem még nincs annyi, de na mindegy. A többiek érdekeit kell nézni. Én vagyok az utolsó a Klámba. Szégyen meg ő. De majd ennek is az idő feljebb lépjünk. Na mindegy, egyenlőre nézzük a meccset. Következő videó, akkor mondom, havárral lesz. Nem tudom, hogy a negyedik résznél járunk, ötödik, negyedik. De fog jönni. Hát ez egy érdekes párosítás, most a csapatokat néztem. Meglátjuk. Szerintem Chesterrel az első lövést el kell lőni a picsába. Hogy úgyis hármat tudunk lőni, második, harmadik, negyedik lövés akkor még benne marad Chesterbe, azaz azt jelenti, hogy a három erős lövés benne van, és ha jók vagyunk, akkor hoppá. Puff, közel kell menni a negyedik lövésnél, és game over. Köszi a szubot, lájkot, és várhatod nyugodtan, ingyen van haver. Nekem meg sokat csekkesz vele, úgyhogy köszönöm szépen. Ez az, még 8 darab kupát bepusoltunk. Hát szerintem úgy ennyi volt. Végigmentünk mindenen, knockout volt az utolsó, úgyhogy srácok, Chester, szerintem egy jó karakter, nem tudom, írjátok le véleményeteket, ezt is írjátok le. Hogy tetszik-e nektek, vagy nem tetszik, szerintem egy jó karakter, én fogok vele játszani. Látjátok, fel is toltam power 10-re, úgyhogy lassan jön a 11, 12, 13, vagy mit tudom én, mennyinél járunk már. Ennyi lett volna a mai videó, remélem, hogy tetszett, ha igen, jöhet rá a like, a feliratkozás, köszi szépen. Van Discord csoport, Facebook csoport, link jelent a leírásból, akarnád csatlakozni, azt is megteheted egész nyugodtan. Na további szép napot, jó tanulást, jó pihenést, vagy ami éppen jön nektek, legyetek jók, sziasztok!